Köszöntöm Önöket az Axioma YouTube csatornáján. A lelkes rajongókat, a Carpe Diem függőket, a visszatérő látogatókat és azokat is, akik most először vannak itt. Ha még nem tették, feltétlenül iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra és látogassanak el az axioma.hu oldalunkra is, aminek a linkjét a leírásban találják. Tudják, mi az a bőségparadoxon? Korábbi korokkal ellentétben a 21. század nyugati társadalmaiban élő embernek nem kell aggódnia a túlélés miatt. Van bőven élelem és gyógyszer. Ráadásul a szórakozás különböző formái is, például videójátékok, vásárlás, sorozatok vagy szerencsejáték formájában szinte korlátlanul elérhetőek. A fejlettebb országokban a magasabb életszínvonal ellenére mégis egyre gyakoribb a depresszió, a szorongás, mint a világ szegényebb régióiban, és az emberek egyre nagyobb hányada számol be nem csak lelki, de testi fájdalmakról is. De vajon miért? Fiziológiai okai lennének? A testünkben változott meg valami? Vagy a környezetünkre, a kulturális változásokra, megváltozott életvitelünkre vezethető vissza mindez? A világnézetünkkel, életfelfogásunkkal van összefüggésben? Vagy mélyebb lelki okai lehetnek? Vagy mindez egyszerre igaz? Erről lesz ma szó a Carpe Diemben. A normális élet kiegyensúlyozott élet, megelégedett élet. A mai ember tragédiája az elégedetlenségről, kielégíthetetlenségről szól. Mintha mindig hiányozna neki valami, miközben látszólag nem szenved hiányt semmiben. De vajon mitől szenvedünk, ha a körülményeink folyamatosan javulnak? Nem egyre jobban kellene éreznünk magunkat? Kezdjük egy elsőre talán meghökkentőnek tűnő idézettel. Nos, talán éppen azért vagyunk ennyire nyomorultak, mert minden erőnkkel azon vagyunk, hogy csak nyomorultak ne legyünk. Dr. Anna Lemke, a Stanford Egyetem orvostudományi karának pszichiáter professzora, egy neves függőségi klinika vezetője, Dopamin korszak című művében mutatja be a legújabb tudományos magyarázatokat arra, miért vezet előbb-utóbb elkerülhetetlenül fájdalomhoz, ha fáradhatatlanul hajszoljuk az élvezeteket. Felvetésére újszerű megközelítéssel izgalmas megoldást kínál. De a válaszok előtt jöjjenek a kérdések. Hogyan lett dopamin függő a modern ember? Mi az összefüggés az élvezet és a fájdalom között? Mi köze a májva cukornak a mértékletesség erényéhez? Mi köze mindennek a keresztény normarendszerhez és az erényekhez? Kezdjük! A személyes boldogságra való törekvés modern kori életünk egyik legfőbb parancsolata lett, és kiszorította a teljes élet minden egyéb definícióját. The people who say to themselves, happiness is important for me, I want to pursue it. Those individuals actually end up being less happy. In fact, they're more likely to experience depression. So what do we do? The way to resolve this paradox is that we pursue happiness indirectly. De vajon sikerrel jártunk ebben a törekvésünkben? Mit mutatnak az úgynevezett boldogságindexek? A World Happiness Report 156 országot rangsorol, az szerint, hogy mennyire érzik ott boldognak magukat az emberek. Az Egyesült Államokban élők 2018-ban kevésbé voltak boldogok, mint 2008-ban. Más jóléti államokban is visszaestek az értékek. 1990 és 2017 között globálisan 50%-kal emelkedett az újonnan diagnosztizált depressziós esetek száma is. Az új esetek terén a legnagyobb növekedést szintén jellemzően a legmagasabb jövedelemmel rendelkező régiókban mérték, elsősorban Észak-Amerikában. Ugyanakkor a fizikai fájdalom is erősödik. Egyre nő azoknak az eseteknek a száma, ahol betegség vagy sérülés nincsen, mégis a páciensek folyamatosan testi fájdalomra panaszkodnak. Az ilyen megmagyarázhatatlan fantom fájdalom szindrómával kezelt esetek száma és sokszínűsége is folyamatosan emelkedik. 30 vizsgált ország közül az amerikaiak számoltak be a legtöbb fájdalomról. 34%-uk érzett jó néhányszor vagy rengetegszer fájdalmat a testében. Kínában ez az arány 19%, Japánban 18%, Svájcban 13%, Dél-Afrikában pedig 11% volt. Adódik tehát a kérdés. Hogy lehet az, hogy az eddig még soha nem tapasztalt jólét, szabadság, technológiai és orvostudományi fejlődés korában boldogtalanabbak vagyunk és több fájdalmat érzünk, mint valaha? Miről árulkodnak ezek a tömeges jelenségek? Nos, részben az úgynevezett bőségparadoxonról, azaz, hogy a jólétben is kialakulhat úgynevezett hiányhozzáállás az agyunkban, részben pedig egy jóval mélyebb hiányállapotról, de erről majd később.
Hogy megértsük, mi is az a bőség paradoxon, ehhez először a múlt század legnagyobb idegtudományi áttöréséhez kell visszanyúlnunk. Az elmúlt 75 év fontos tudományos eredménye az agyunkban található jutalom útnak nevezett az örömszerzésre szolgáló áramkör felfedezése, valamint a dopamin, mint emberi agyi neurotranszmitter felfedezése. A dopamin nem az egyetlen ingerület átvívő anyag, amely az örömérzetet okozza, ezzel jutalmazva és motiválva bennünket, de az egyik legjelentősebb. Az agyunk egyik fontos része tehát a jutalmazó központ, amely dopaminnal, vagyis örömhormonnal árasztja el az agyunkat, amikor valamilyen élvezetes dolgot csinálunk. A jutalmazó központ alapvető feladata az, hogy a túlélésre és a szaporodásra ösztönözze az embert. Ezért vált ki örömérzetet a táplálkozás és a szexuális együttlét például. De dopamin hullámot idézhet elő egy edzés, egy sorozat, egy édesség vagy éppen egy ölelés. Ez egy kiváló rendszer, de sajnos nem csak a számunkra hasznos dolgok fogyasztása indíthat el dopamin termelődést az agyban, hanem az olyan káros szerek is, mint a drog és az alkohol. A magas dopamin szint Dr. Donald Hilton idegsebész szerint ugyanakkor nem csak örömérzetünkért felelős, de kulcseleme mindenféle függőség kialakulásának is. Nem alakulhat ki függőség anélkül, hogy egy addiktív szerre vagy tevékenységre válaszul jelentős, de rövid időtartamú dopamin kitörések történjenek. A függőséget gyakran kizárólag valamilyen szerhez, az alkoholhoz vagy kábítószerekhez kötjük. Pedig a valóságban a jelenség a modern társadalmakat széles körben érinti. Olyannyira, hogy azok az emberek, akik magukat függőként is azonosítják, csak egy nagyon kis szegmensét alkotják a ténylegesen függő népességnek. Legyen szó nassolásról vagy shoppingolásról, elektromos cigiről, posztolásról vagy görgetésről, mindannyian szívesen letennénk dolgokat, vagy legalábbis szeretnénk úgy korlátozni őket, hogy ne kelljen miattuk bűntudatot éreznünk. A függőséget ráadásul természetéből adódóan nehéz felismerni magunkban. Nyilvánvalóan nem szeretjük beismerni a gyengeségeinket, így a tagadás az első reakció. Ez némileg megnehezíti az adatfelvételt és az objektív pillanatképet adó kutatások elkészültét arról, hogy mennyire elterjedt jelenségről van szó. A spanyolországi, andalúziai bázissal rendelkező Camino Recovery függőségkezelő központ munkatársai a saját praxisukban kezelt kliensek tapasztalatai alapján összeállították a modern társadalom 10 legjelentősebb függőségének listáját. Kávé, dohány és nikotin, alkohol, illegális drogok, vényköteles gyógyszerek, szerencsejátékok, internet és modern technológia, játékfüggőség, munkaalkoholizmus, vásárlásfüggőség, szex és pornófüggőség, élelmiszerfüggőség. És hogy hogyan lesz rossz szokásból függőség? Na, sokkal gyorsabban, mint gondolnánk. Ahhoz, hogy megállapítsuk, biztonságos zónában vagyunk-e még, érdemes megfigyelnünk magunkat. Kényszeresen vagy önszántunkból cselekszünk-e? Mennyire befolyásol vagy korlátoz minket egyéb teendőink ellátásában szenvedélyünk? Ha elhatározzuk, tudjuk-e magunktól csökkenteni, letenni, amiről úgy gondoljuk, hogy függünk? Vállalunk-e kockázatot érte? Konfrontálódunk-e miatt a szeretteinkkel, barátainkkal? Minden szempontból ingergazdag környezetben élünk. A minket körülvevő médiazai, információ és impulzus áradat is észrevétlenül válik életünk meghatározó részévé. Maga a technológia is függővé tesz, az okostelefonok felvillanó értesítéseivel, csengő hangjaival, örökösen újra töltődő feedjeivel, illetve hogy nagyobb elköteleződésért cserébe nagyobb jutalmat ígér. A társadalmi dilemma egy 2020-as amerikai dokumentumfilm, amely a közösségi média negatív hatásairól szól. A filmben a Google, a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Pinterest és más nagy social tech cégek valaha volt magas beosztású emberei, felső vezetői saját függőségükről is vallanak. Nézzük meg egy részletet a filmből. Rewind a few years ago, I was the president of Pinterest. I was coming home and I couldn't get off my phone once I got home, despite having two young kids who needed my love and attention. I was in the pantry, you know, typing away on an email or sometimes looking at Pinterest. God, this is classic irony. I am going to work during the day and building something that then I am falling prey to. And I couldn't, I mean, some of those moments, I couldn't help myself. The one that I'm most prone to is Twitter. Used to be Reddit. I actually had to write myself software to break my addiction to reading Reddit. Well, I mean, it's interesting that knowing what was going on behind the curtain, I still wasn't able to control my usage. So that's a little scary.
Even knowing how these tricks work, I'm still susceptible to them. I'll still pick up the phone and 20 minutes will disappear. Social media is a drug. I mean, we have a basic biological imperative to connect with other people that directly affects the release of dopamine in the reward pathway. Millions of years of evolution are behind that system to get us to come together and live in communities, to find mates, to propagate our species. So there's no doubt that a vehicle like social media, which optimizes this connection between people, is going to have the potential for addiction. A világháló globális lehetőségeket és globális kihívásokat egyaránt jelent. Egy tavalyi felmérés szerint Magyarországon naponta átlagosan majdnem 4 órát használja a telefonját a 8-15 éves korosztály. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatása szerint az átlagos napi képernyőidő nagyjából 234 perc. Az életkor növekedésével párhuzamosan pedig megállapították, hogy nő a készülék használat ideje. Amire nem gondolunk gyakran, az az, hogy az addiktív viselkedéshez hogyan viszonyul a környezet, a kultúra, amelyben élünk. Gátolja vagy ösztönzi? Kockázatosként, normálisként vagy éppen kívánatosként állítja be? Az élvezettel kecsegtető mindennapi ingerek sora végtelen, így azután napjainkban bárki bármikor kényszeres túlfogyasztóvá válhat, még ha az élete amúgy kellemes kerékvágásban halad is. Vonja le a következtetést Anna Lemke. A szakemberek szerint az egyik legkritikusabb elem, ami elősegíti bármilyen függőség kialakulását, a szerhez való könnyű hozzáférés. Korunk embere esetében a függőséget okozó anyagokhoz való fokozott hozzáférés a legfontosabb kockázati tényező. A kínálat teremtette meg a keresletet, és bár eltérő módokon és mértékben, de szinte mindannyiunkat beszippantott a kényszeres túlfogyasztás örvénye. De vajon hogyan zajlott le ez a folyamat? Úgy, hogy a modern társadalom a függőség felé tereli az embereket. Gyakorlatilag bármit, amit reklámozni és vásárolni lehet, ételt, alkoholt, ruhákat, szépségápolási termékeket, sőt, még az öröm és a szórakozás ígéretét is, a modern kultúrában a korlátlan és kontrollálatlan fogyasztás lencséjén keresztül ábrázolják, a végtelen bőség fantáziájára alapozva. A társadalom egyre inkább hajlik az azonnali és rövidtávú örömök megélésére. Ezzel automatikusan felgyorsítja, lerövidíti a múló elégedettség ciklusát, amelyet csalódás és fokozódó vágyódás követ. Nagy vonalakban ez a folyamat vezetett a függőség normalizálódásához a mindennapi életben. Az addikció az elmúlt évtizedekben szó szerint bevésődött a társadalomba, melynek egy szintén ritkán tárgyalt következménye a halmozott addikció az egyes családokban. A függőségre való hajlam a kutatók szerint ugyanis átörökíthető a következő generációkra. De van itt még egy fontos szempont a túlkínálaton és a kulturális hatásokon túl. Minden függőség valamilyen módon kísérlet a nem kívánt mentális állapot szabályozására, a hangulatunk javítására. Gyakran keresünk valami szokást, élményt, ingert vagy tárgyat, valami külső impulzust, hogy átmenetileg jobban érezzük magunkat. Minél érzékenyebb, sérülékenyebb valaki, annál inkább próbálja folyamatosan manipulálni magát, hogy kényelmesebb, szubjektív állapotot érjen el. Nem ritka, hogy ezek a bizonyos állandósult szokások vagy tevékenységek, vagy egy bizonyos szerrel való folyamatos és kényszeres visszaélés megküzdési stratégiává válik, mellyel a kudarc élményeinkből, az elutasítottságunkból, vagy csak az unalmunkból, rossz hangulatunkból próbáljuk kibillenteni magunkat. Azaz folyamatosan jutalmazgatjuk magunkat. Valami ismeretlen eredetű szomorúságot, állandó hiányérzetet ellensúlyozva. A kérdés csak az, hogy ez a bizonyos hiányérzet hol is keletkezik pontosan, és hogy az ebből fakadó lehangoltságunk, szorongásunk, depressziónk, a túlfogyasztás kiváltó oka-e, vagy részben már következménye is. A mentális egészség romlásáról, mint korunk egyik legaggasztóbb tünetéről már több videómban szót ejtettem, más és más vonatkozásban. Legutóbb épp a nemi diszfória kapcsán. A modern társadalmakban egyre gyakrabban diagnosztizált lelki és testi fájdalomra soha nem látott gyógyszerezési hullám volt a válasz. Ennek legdrámai példája az USA-beli opioid járvány. Az opioidokkal való visszaélés, beleértve a vényköteles fájdalomcsillapítókat, például túlszedés, vényhamisítása vagy jogosulatlan átadása, a heroint és a szintetikus opioidokat, mint például a fentanilt, súlyos válságot okozott az Egyesült Államokban, mely komoly hatással van a közegészségügyre, valamint a társadalmi és gazdasági jólétre. 2017-ben több mint 47 ezer amerikai halt meg opioid túladagolás következtében. Később az is kiderült, hogy a heroint használók mintegy 80%-a először vényköteles opioidokkal élt vissza.
De az antidepresszánsokkal kapcsolatban sem sokkal üdítőbbek a tapasztalatok. A jelenség a fiatalabb korosztályt fokozottabban érinti. Több mint 4 millió gyermek egészségügyi adatait elemezve Angliában a kutatók megállapították, hogy az antidepresszánsok használata a 12-17 évesek körében több mint kétszeresére nőtt 2005 és 2017 között. Az antidepresszánsok fogyasztása a világ minden országában folyamatosan növekszik, de a listát továbbra is az Egyesült Államok vezeti. Itt ugyanis 1000-ből 110 felnőtt szed antidepresszánst. Izlandon ez az arány 1000-ből 106, Ausztráliában 1000-ből 89, Kanadában 1000-ből 86. 2011-ben a figyelemzavarral diagnosztizált amerikai gyerekek kétharmadának írtak fel serkentőszereket. A legfrissebb adatok szerint még azok az antidepresszánsok is, amelyekről korábban senki sem gondolta, hogy szokásformáló hatásuk lenne, gyógyszertoleranciát, illetve függőséget okozhatnak. Sőt, hosszú távon akár még súlyosbíthatják is a depressziót. Ezt a jelenséget hívják szaknyelven tardív diszfóriának. Úgy tűnik tehát, hogy a gyógyszerek sem feltétlenül, vagy nem minden esetben hozzák el a gyógyulást, viszont számos esetben okozhatnak maguk is függőséget. Ellensúlyozni szerettük volna a szorongást, de mintha valami átbillent volna. Szó szerint. Az idegtudomány másik, agyunki jutalom központjához kapcsolódó izgalmas felfedezése, hogy az öröm és a fájdalom egy helyen van az agyban. Tehát az agynak ugyanazok a részei, amelyek az örömet feldolgozzák, a fájdalmat is feldolgozzák, és úgy működnek, mint a mérleg ellentétes oldalai, melyen az egyensúly folyamatosan fenn akar maradni. Ez az agy kiegyenlített állapota, amikor sem örömöt, sem fájdalmat nem élünk át. Ettől a semlegességtől való bármilyen eltérés esetén az agyunk nagyon keményen fog dolgozni, hogy helyreállítsa az egyensúlyt. Méghozzá a kezdeti ingerrel azonos és ellentétes mértékű impulzussal. Ezt hívják neuroadaptációnak. Jelentős dopamin löketeket tehát jelentős ellenimpulzus egyenlít ki. De vajon mi van akkor, ha napokon, heteken, hónapokon, éveken át folytatjuk egy választott drog fogyasztását? Nos, megindul a felhalmozódás a fájdalom oldalon, és ezzel párhuzamosan az agyunk egyre kevésbé érzékenyen reagál az élvezeti forrásra, és a dopamin löket lecsengése után egyre jobban kileng fájdalom oldalon a mérleg. Most már nem azért van szükségünk a választott drogra, hogy örömöt érezzünk, hanem csak azért, hogy kiegyenlítsük az egyensúlyt, és ne érezzük többé a fájdalmat. Ez a függőség. Ez okozza dopamin sóvárgást és más hiánytüneteket. Az állandósult rossz közérzetet és a depressziót. Ez azt jelenti, hogy minden élvezetért árat fizetünk. És ezzel meg is érkeztünk a bőség paradoxonhoz. Valójában maga a dopamin túltengés az egyik legfontosabb modernkori stresszfaktor. Tehát, hogy fiziológiailag nem erre a túláradó bőséggel teli világra vagyunk berendezkedve. Főleg nem úgy, hogy nem csak, hogy nem tudjuk vagy nem akarjuk kontrollálni az élvezeteket, hanem minden és mindenki arra ösztönöz minket, hogy fokozzuk azokat. Ez vezetett oda, hogy ma már a normál, inger szegényebb állapotot is nehezen viseli el az agyunk. Folyamatosan, mesterségesen magasan kell tartanunk az agyunk dopamin szintjét, különben szenvedünk. Az, hogy reflexzerűen közeledünk az örömökhöz és kerüljük a fájdalmat, természetes. Ezen nem is kell gondolkodnunk. Az viszont, hogy megszállottan hajszoljuk az örömöket és betegesen menekülünk a legkisebb fájdalom elől, nos, az végzetes változásokat idézett elő az agyunkban. There are only two kinds of people who do not experience painful emotions. The first kind are the psychopaths. The second kind are dead. There is a false understanding or expectation that a happy life means being happy all the time. No, learning to accept and even embrace painful emotions is an important part of a happy life. Nincs fájdalom, lemondás, nehézség és nélkülözés nélküli élet. Mi mégis ezt hajszoljuk. Azt hazudjuk magunknak, hogy létezik megszakítás nélküli állandósult élvezet és boldogság. De ezt a hazugságot erősítik meg a filmek is, a közösségi média és a reklámok. Az emberek pedig a valóság helyett ezt az álomvilágot kergetik. A függőséget okozó drogok, szerek vagy elfoglaltságok pedig csak felerősítik ezt az illúziót. Azt a látszatot keltik, hogy kimenekítenek minket a valóságból, pedig hosszú távon csak súlyosbítják a problémáinkat. A legjellemzőbb trend manapság az úgynevezett elkerülő magatartás, mely sokkal inkább elkerülni igyekszik a problémákat, mint megoldani azokat. A szembenézésről szoktunk le, az eszköztár pedig, mellyel minimálisra csökkentjük tiszta és józan pillanatainkat, szinte kimeríthetetlen. A magas dopamin szint rontja a jutalomkésleltetési képességünket is, tehát nem csak örömökre, sokkal inkább azonnali örömökre vágyunk, megszakítás és várakozás nélkül.
Samuel McLeod neurológus és munkatársai azt vizsgálták, hogy az agynak mely területei felelősek azért, hogy az azonnali vagy a késletetett jutalmat választjuk. Azt vették észre, hogy azoknál a kísérleti alanyoknál, akik az azonnali jutalom mellett döntöttek, az agynak az érzelem és jutalomfeldolgozó területe aktiválódott. Akik pedig képesek voltak késleltetni a jutalmat, azoknál a prefrontális kéreg, vagyis az agynak az a területe, amely a tervezésért, a felelős döntéshozatalért és az absztrakt gondolkodásért felelős. Ez pedig arra enged következtetni, hogy mivel az agyunk jutalmazási idegpályája lett életünk fő mozgatórugója, fennáll a veszélye annak, hogy agyunkban a prefrontális kéreg legalábbis eltompul. Azaz nem csak függővé válhatunk, hanem döntésképteleneké, akaratgyengéké is. Hogy maradhatunk életben, és hogyan boldogulhatunk ebben az új ökoszisztémában? Milyen újfajta gondolkodásmód és magatartásforma kívánatos a 21. században? Nos nem, nem egy újfajta gyógyszer a megoldás, és ha egyes esetekben szükség is lehet pszichoterápiára, az esetek többségében ennél jóval egyszerűbb, de nem éppen szokványos választ kapunk a szakemberektől. Dr. Lemke pszichiáterként az őszinteséget, a valósággal és a problémákkal való szembenézést, a nehézségek elviselését és az önmegtartóztatást írja fel egy képzeletbeli receptre korunk emberének. Erőfeszítések és lemondás. Le kell állítanunk az állandó dopamin löketeket, és engedni kell, hogy néha az ellenkező irányba is elbillenjen az egyensúlyi állapot, kicsit érezzük meg a fájdalmat. Ne kíméljük meg magunkat mindentől. Olyan sok magas jutalomértékű anyagnak vagyunk kitéve a reggeli kávétól kezdve az esti filmnézésig, hogy mindannyian krónikus dopamin hiányos állapotba kerültünk. Alig vagyunk képesek élvezni az élet szerény jutalmait. Ahhoz, hogy ez újra megtörténhessen, és ismét örömünket lelhessük a szerényebb jutalmakban, elég megfelelő ideig tartózkodni a saját kábítószerünktől, bármi is legyen az. Így tudjuk elérni a bőség hozzáállást szükségállapotban is. És hogy tudjuk mozgásba lendíteni ezt a folyamatot az agyunkban? Például a testmozgással, vagy a hidegvizes zuhannyal, a böjttel, legyen szó ételmegvonásról, vagy digitális böjtről, az elvonulással, elcsendesedéssel, vagy imával. Ez egytől egyig mind ajánlott. Mind-mind egészséges és természetes módja a hétköznapi függőségeinkből és a dopamin sóvárgás okozta állandó lehangoltságból való kilábalásnak. Ezt a logikát követi a jeges fürdőterápia, melyet a gyógyításban is alkalmaznak. Az atléták is egyöntetően állítják, hogy gyorsítja az izmok regenerálódását. A Scott zuhany vagy a James Bond zuhany mostanában szintén egyre népszerűbb. Ennek a lényege abban áll, hogy a forró zuhany végén legalább egy percig csak hideg vizet folyatunk magunkra. Egy prágai egyetemen végeztek egy kísérletet, amelyben 10 önként jelentkező egy teljes órát töltött 14 fokos vízben. A kísérlet során vért vettek az alanyoktól, és az elemzés kimutatta, hogy a vérplazmában a dopamin koncentráció mintegy 250%-kal megemelkedett, és a hideg fürdő után még egy teljes órán át magasabb maradt. Nem, nem kell szerzetesi életet élni, elég hozzászoktatni magunkat a mértékletességhez. Mindenben. Ken Dunnington Függőség és erény című könyvében arra a megállapításra jut, hogy a függő számára nincs mértékletesség. Az extázist üldözi abban az értelemben, hogy önmagán kívül áll. Talán első hallásra ódivatúnak tűnhet, de egyszerűen újra fel kell venni a szótárunkba mértékletesség fogalmát. Teljesíthetetlen kihívásnak tűnik. Pedig higgyék el, ha az ember belejön, a vágyaink késleltetése gyerekjáték. Be is bizonyítom önöknek a Stanfordi májvacukor kísérlettel. A Stanfordi májvacukor kísérletet az 1960-as évek végén folytatták le, a késleltetett jutalmazás jelenségét vizsgálva. 3 és 6 év közötti gyerekeknek választási lehetőséget ajánlottak fel, vagy azonnal megkapnak egy májvacukrot, vagy 2 májvacukrot kapnak, ha képesek várni nagyjából 1/4 órát úgy, hogy nem eszik meg a számukra felkínált első cukrot. A májvacukor ott volt az asztalon egy tálcán a gyerekek előtt, az üres szobában, azaz semmi sem terelhette róla a figyelmüket, sem játék, sem más gyerek. A kutatók arra jutottak, hogy a kísérletben résztvevő 100 gyerek közül nagyjából az 1/3 bírta ki addig, hogy megkaphassa a második májvacukrot is. Az életkor meghatározó tényező volt, minél idősebb volt a gyermek, annál tovább tudott várni. A résztvevők életútját később tovább követték, és kiderült, hogy azok, akik képesek voltak a késleltetésre, jobb eredményt értek el az érettségi vizsgán, illetve jobb egyetemekre jutottak be, és összességében mind kognitív, mind szociális szempontból sikeresebben alakult a kamaszkoruk.
Az viszont már kevésbé ismert, hogy mit is csináltak azok a gyerekek az alatt a bizonyos negyed óra alatt, amíg nem ették meg az eléjük tett első májva cukrot, hanem inkább megvárták a másodikat is. A kutatók tulajdonképpen az önmegtartóztatást figyelhették meg élőben. A gyerekek a kezükkel takarták el a szemüket, vagy egyszerűen elfordultak, hogy ne is lássák a tálcát. Elkezdték rugdosni az asztalt, vagy húzkodták a saját szofjukat. Vagy úgy simogatták a májva cukrot, mintha az egy kis plüss állat lenne. De vissza a mértékletességhez. A mértékletesség, ahogy Joseph Pieper erről a Négy sarkalatos erény című művében ír, nem más, mint tartás és mérték, amellyel önmagunkban valósítjuk meg a rendet. Pieper szerint a mértékletesség az a meder, amelyben az ember legmélyebb személyes akarata rombolás nélkül hömpölyöghet. Kipróbálásra érdemes alternatívák, melyek úgy tűnik, hogy testi és lelki egészségünkre is hatással lehetnek. Ennyit mára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Várom Önöket legközelebb is, tartsanak velem akkor is. A viszontlátásra!